Hát egyrészt az Erkel vegyes kartól a felkérés nagyon világos kereteket szabott, tehát hogy, és ami számomra egyébként nagyon szimpatikus volt, lehet, hogy számos zeneszerző ezt nem annyira szereti, de én nagyon szeretem, hogyha világos keretek vannak egy-egy felkérésnél, és ezeknek a kereteknek megfelelve megvalósítva, próbálja az ember megvalósítani a saját gondolkodását, saját ötleteit, saját művészi ambícióit. Na most, hogy miért Lacrimosa? Ugye az európai zenetörténetben számos olyan requiemet tudunk, aminek jelentős tétele a Lacrimosa, gondoljunk csak a Mozart requiemre, vagy akár a Ligeti Györgynek a requiemére. Na most azért döntöttem a Lacrimosa szöveg mellett, mert manapság Európában olyan időszakot élünk meg, amikor a körülöttünk levő országban nagyon szörnyű események történnek. Gondoljunk csak a legutóbbi párizsi terrorcselekményre. És azt gondolom, hogy azok, akik ezeket elszenvedték, azok igenis megérdemlik az emlékezést, és tulajdonképpen a Lacrimosa című kórusdarab is ennek egyfajta manifestuma. Zeneileg mostanában a kórus muzsikánál Eric Whitakernek a kórus művei azok, amik úgy hatottak rám, és kicsit ebbe az irányba kísérletezem, tehát leegyszerűsítve tonálisabb gondolkodás módot követek, és azt hiszem, hogy ez szöges ellentét, amit egyébként az instrumentális darabjaimban írok. A maga a darab ugye eléggé szilabikusan lett megírva, nagyon-nagyon kevés melizma van benne, leszámítva az elejét és a végét, de egy nagyon egyszerű ABA szerkezetbe, tehát egy keretes szerkezetre épül, bár tonálisan van megírva, mégis rengeteg olyan szakasz van, ami modálissá teszi az adott tonalitást, vagy más, tehát furcsa harmóniaváltások vannak. Az nagyon szimpatikus volt, hogy nagyon világos keretek voltak, tehát hogy a hossz tekintetében milyen hosszú legyen a darab, irányokat mondtatok, ami számotokra szimpatikus, és természetesen mondtátok, hogy ezt nem kötelességem betartani, de ezeken gondolkodtam előtte, hogy lehet úgy megtalálni ezt, hogy mindenki jól érezze magát, és hogy a végén egy olyan előadás születhessen, amelyben mindenki megtalálja számára szép dolgokat. És hát nagyon sokat kellett ezen azért ötletelnem, hogy zenileg hogy tudom ezt úgy összeállítani. És rengeteg vázlat született, és akkor ugye hát az ember így ötletel ilyenkor, és akkor van egy pont, amikor úgy meghoz a döntés, hogy na ebbe az irányba fog menni, és ezen az úton. És amikor kész lett a darab, már jóval a határidő előtt egyébként kész lettem, egy másfél héttel, és utána még másfél hétig gyakorlatilag majdnem újraírtam, mert nagyon sok minden nem úgy történt mégsem meg, ahogy szerettem volna, úgyhogy akkor még volt egy ilyen finomra hangolás.